Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek! Én Petyi János vagyok, és ez a Mit főzzek ma magunknak? Hát ma én bolognai spagettit fogok készíteni. Fölforrt a teavizem, úgyhogy még nem tettem egyelőre bele semmit. A teavizem és a tésztavizem is fölforrt természetesen. Szóval a tésztavízbe teszek 4 kanálnyi sót, és öntök bele egy kis olajat, hogy ne ragadjon majd össze a tészta, és egy fél kiló spagetti tésztának a felét fogom beletenni. Igazából meg is mutatom. Szóval fél kiló spagetti tésztának a felét letörtem, és így egybe fogom beledobni a tésztavízbe. Lesz itt nekem egy egész fejvörös hagymát összevágtam, 3 gerezd fokhagyma, szintén apróra összevágva, és én szeretem, hogyha egy kicsit pikáns ízű a bolognai, úgyhogy a citromot azt bele fogom főzni majd a raguba. 30 deka darált húst fogok használni, sűrített paradicsom, olaj. És természetesen menet közben teszem majd bele a fűszereket is. Úgyhogy ezt én itt beleteszem ezt a kis tésztámat, ami körülbelül ilyen 20-25 deka. Nem vonalzóval törtem le a felét, úgyhogy ez tényleg körülbelül a fele. És a tésztával azon kívül, hogy néha megkeverjük, hogy ne ragadjon össze, nincs más dolgunk, én azt hátra is teszem. És jöhet a serpenyő, olaj, beleteszem a vörös hagymát. Amit üvegesre mendinsztelek. És amíg itt elkezd fölhevülni a kis hagyma, szóval, hogy így variálom ezt a bejelentkezéseimet, hol azt mondom, hogy mit főzzek ma magunknak, hol mit főzzünk ma magunknak. Ez igazából attól van, mert hogy hát eredetileg ez lett kitalálva, hogy mit főzzek ma magunknak, de közben meg ahogy telik az idő, és azért egyre másra kapok visszajelzéseket, és akkor így néha tényleg azt érzem, hogy mit főzzünk ma magunknak. Tehát, hogy így aztán ezt a jogot azt hiszem a továbbiakban is fönn fogom tartani, hogy a bejelentkezéseknél ezt így variálni fogom éppen aznap jut eszembe a főzzünk vagy a főzzek. De az egyébként nagyon jó látni, hogy egyre többen vannak, akik így akár képet, nekem egyébként privátban is szoktak elkészült ételekről fotókat küldeni, ami természetesen én nem osztok tovább, hiszen aki a bizalmába fogad és elküldi nekem a fotóját az ételének, nyilván nem véletlenül nem publikusan osztja meg, csak nekem elküldi, vagy vannak, akik kommentbe, azért egy-kettő van, aki be teszi a fotót, vagy ír visszajelzést, hogy ezt vagy azt az ételt elkészítette. Közben kevergetem a tésztát. És lassan jó lesz, úgyhogy én itt a végére az összevágott fokhagymát beleteszem. Én azért mindig így a forró zsidadékra teszem a fokhagymát, egy picit jobban kidobja az ízét. És már teszem is bele a darált hús. Szét kell így nyomogatni szépen a fokkanállal, de nyilván sokatoknak van ebben tapasztalata, hogy ne
ragadjon egybe a hús, és ne egybesüljön meg. Ezért aztán folyamatosan kevergetem most én ezt a húst, hogy ne álljon össze. Teszem azt mindaddig, amíg a húsom elkezd kifehéredni. Most egyébként én sertésdarált húst használok, de természetesen ugyanúgy ezt meg lehet akár egy csirkéből, pulykából el lehet készíteni. De akár lehet felesben sertés, illetve darált marhahúsból, vagy csak marhahúsból, tehát ízlésszínén szerint kinek éppen mire van gusztusa. Szóval látszik, most már kezd kifehéredni a húsom, hátul néha belekeverek a tésztába, miért főlöget. Hát ugye mindenféle kész, akár bolonyai szószt, vagy bármiféle szószokat lehet már üzletbe készen kapni. Hát én természetesen nem kész terméket használok, hanem én magam fogom beízesíteni a bolonyait. Úgyhogy ez sülített paradicsom, ez egy, nem is tudom, 360 grammos. Úgyhogy ebből körülbelül egy olyan bő 10 dekányit kivettem belőle, vagy lehet, hogy ez a fele is van talán, amit kiszedtem. És hát csak közben a tűztől átforrósodott a fakanálnak a nyele. És akkor befűszerezzük. Kettő. Hát, három erős teáskanálnyi sót tettem bele. Lőrölt bors. Természetesen ezek ízlés szerint. Beledobom ezeket a citromkarikákat, amit összevágtam. Leveszem kicsire a tüzet, mert sajnos a paradicsompüré az nagyszerűen tud fröcsögni össze-vissza. De hát ilyen balesetek előfordulhatnak. Ha lecsöpög a kőre, akkor nem árt feltörölni, hogy ne hordjuk szét a konyhában, a lakásban a sűrített paradicsomunkat. Na, és akkor a további fűszere. Teszek bele oregánót. Hát ilyen erős, jó nagy csipetnyit. Ez egy kicsit sok lett. A bazsalikomból szintén. És teszek bele
kakukk füvet, az valamennyivel kevesebb, mint a bazsalikum és az oregano. Lehet, hogy praktikusabb lett volna, ha az egyen nagyobb serpenyőbe rakom föl, de semmi probléma ezzel. Öntök rá egy jó nagy kortyi vizet, a széléről belehalásszuk, ami fölragadt a serpenyő falára. És ezt nyilván letakarom, megmutatom. Szóval ez most így néz ki. Ez természetesen, hogyha készre megfő a bolonyainak a ragúja, a citromokat ki fogom belőle dobni, és ezt javaslom mindenkinek, mert egyébként bele fog keseredni a citrom, úgyhogy ezt mindenféleképpen, hogyha megfőt a ragunk, akkor dobjuk ki belőle. És akkor ezt most szépen készre főzöm, párolom, leszűröm a tésztát, és jövök vissza. Lassan el is készül a bolonyai ragunk, hogy még ezzel egy kis teendőnk azért van. Még pedig még egy nagyon kis vizet öntök rá, nem kell túl sok. És én közben meg is kóstoltam, nagyon jó kis pikáns íze van, de ha már citromot tettem bele, természetesen akkor teszek bele két kis kanálnyi cukrot is. És ez gyakorlatilag így rottyan még egyet, és készen is van. És ahogy ígértem, természetesen a citromhéját azt kidobom belőle. És még egy van. Ő is kimegy. És mivel a tésztához képest ez a ragú egy kicsit sok, én ebből kiszedek valamennyit. Hát ennek majd meg lesz a további sorsa természetesen. Félrerakom, ezt pedig el is zárom. És gyakorlatilag nincs más hátra, mint a tálalás. Úgyhogy jövök vissza. Na, úgyhogy gyorsan ki is tálaljuk az ételünket. Egész egyszerűen a kaziba visszaraktam a tésztát, amit leszűrtem, lemostam, és szépen megy rá a ragunk. Összekeverem. Gyakorlatilag ez készen is van. Megszórjuk egy kis a reszelt sajttal. És már készen is vagyunk. Szóval ő lett a mi kis bolonyai spagettünk. Hát azért mondjuk ez otthon abszolút megfelel, szerintem mindenki összekeveri, de azért, hogy egy picit flancosabban is, azért én kitálaltam ezt a dolgot már előtte. Ha valami ünnepibb,
ebédre készítjük, akkor természetesen így is ki lehet tálalni, de gazdaságosabb, hogyha összekeverjük, és akkor nem fordulhat az elő, hogy valakinek több ragú jut, van akinek kevesebb. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is, természetesen továbbra is várom, várjuk a kommenteket, a képeket az elkészült ételekről. További szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, sziasztok!